Tolna Árt és a Vosinszky-Mor megyei múzeum közreműködésével jött létre a művész családok Tolnában második tárlata, ahol a szekszárdi Juhos család mutatkozott be. A kiállítást Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Hogy egy olyan eseménysorozat veszi kezdetét, amelynek fő célközönsége a család. Sokszor küzdünk ugyanis azzal, hogyha szabad így fogalmazni, családkompatibilis programokat találjunk. A világ tele van ugyan szórakozási lehetőségekkel, már otthon akár a kanapén is lefoglalhatjuk magunkat. Ezek a lehetőségek azonban, valljuk be, kevésbé hoznak közelebb minket akár a szülőföldhöz, kultúrához, hagyományainkhoz, de egymáshoz sem hoznak közelebb sokszor. Éppen ezért szerencsésnek nevezem magunkat, Tolna megyeieket, hogy meg annyi érték vesz körül bennünket, járjunk bárhol is e vidéken. Az apa Szatmári Juhos László szobrászművész, az édesanyja Csuhay Tünde tojásdíszítő, gyermekeik Juhos Janka ékszertervező ötvös, Juhos Lehel ipari formatervező dizájner és Juhos Markó séf ételszobrász. Az ő munkájukból nyílt kiállítás a Vármegyeházán. Én pici gyerekkorom óta főzni akartam, még úttörőház, főzőcske szakkör, onnan vendéglátóipari iskola, szakács lettem, és azóta is konyhát nyomom. Volt, amikor zöldséget faragtam, azok most nincsenek kiállítva, volt egy előző ugyanilyen családi kiállítás, ott zöldségfaragásos képek voltak kint, de az az igazság, hogy az ember vagy főz, vagy farag. És hogy segít-e a tálalásban az, hogy gyermekkora óta az alkotásokat figyeli? Hát én így azt gondolnám, hogy nem, de biztos. Tehát akkor, amikor az ember egy ilyen millióban nő fel, akkor biztos, hogy van valami érzék, ami benne van, van, amit úgy gondol, hogy szépnek lát, megpróbálom én is úgy csinálni a dolgaimat. Négy gyermekükből kettő külföldön, egy pedig Pesten él, csak Markó maradt a szülővárosban. Szatmári Juhos László és Csuhay Tünde már sok évtizede űzik a szobrászatot és a tojásdíszítést. Tünde azt mondja, óhatatlan volt, hogy a gyermekeik ezt magukba szívják. A gyerekek a mindegyik részese volt annak a bizonyos művészteletnek, amit a Laci tizenvalahány évig csinált. Én főztem a művésztelepre, tehát ők ebben a világban nőttek fel, tehát szinte nagyon sok művészt ismertek meg. Ilyen művészekkel kommunikáltak, ilyen egyetemre jártak, tehát szinte biztos volt, hogy ott kötnek ki. Csak hát mindenki igyekszik az egzisztenciáját mellette úgy megteremteni, hogy az biztos lábakon álljon. Igazából mi próbáltuk őket elterelni ebből az irányból, de aztán valahogy mégiscsak ide lyukadtak ki, úgyhogy ketten iparművészeti egyetemet végeztek, a Lehel Sopronban, a Janka a Momén, úgyhogy ők végeztek kimondottan szakmabéli területen, a Csongor, a Lisszabonban élő pedig pszichiáter, aki egyetemen tanít, nemzetközi konferenciákat szervez, magánrendel, tehát ő egy igen szép karriert épített fel, és hát ez a célja mindenkinek, aki a családban van. Nagyon szorgalmas család vagyunk. Ez egy ma is inkább hobbiként művelhető szinte, bár mi próbáljuk főállásként, és a cégünk is, amit még csinálunk, én nekem a tojás is egy ilyen megélhetési alap is, tehát valamiféle egzisztenciát biztosít, bár ez bizonytalan, és pont ettől féltettük őket, hogy ez nem egy biztos megélhetés, tehát próbáljanak meg valami más terület felé az ügyes kezükkel. A fiamnak folyton azt mondtam, hogy olyan ügyes sebész lenne, mert neki pont oda megy a keze, ahova az agya akarja, de hát persze így lyukadtak ki ezen a területen. Ügyesek, kreatívak, tehát nincs ezzel semmi baj, és egzisztenciálisan is megteremtik a maguk szükségleteit, úgyhogy örülünk neki, hogy ezzel foglalkoznak, mert ezzel jó foglalkozni. Tehát mi magunk is szeretünk
ezzel foglalkozni. Én a tojással, a férjem a szobrászattal, tehát szeretjük ezt csinálni, és csináljuk is. Gondolom, amíg bírjuk, vagy amíg a szemünk bírja, vagy nem is tudom, de minden nap dolgozunk. Mindegyik a maga területén nagyon kiemelkedő és sikeres. Ezt kell mondjam, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Tehát a legidősebbtől a legkisebbig szép kis család. Gondolom, mindenki a sajátjának örül, de mi nagyon örülünk a miénknek, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. A kiállítás darabjait a gyerekek válogatták, legalábbis a fotóanyagot, tehát ők mondták, hogy milyen termék legyen kinyomtatva. A többit pedig hát mi hoztuk, a tojásokat én, a szobrokat a Laci. Itt nagyon ügyes kis társaság állt rendelkezésünkre, úgyhogy egy kicsit félünk már mi az ilyen szoborcipeléstől, meg ilyesmitől, mert nehéz, de olyan flottul segített a múzeum le a kalappal, és köszönet nekik, tehát nagyon rendelkezésünkre álltak, tologatták a vitrineket, tehát nekünk csak pakolni kellett, vagy azt mondani, hogy ezt ide, vagy oda, vagy amoda, tehát tényleg, hát idősek is vagyunk már, tehát nem szívesen rendezünk úgy kiállítást, hogy nekünk kelljen cigölni a szobrokat lépcsőn, meg emeleten, meg nem tudom hova, az már nem megy, tehát azt már nem is nagyon vállalnánk. De mondom, nagyon segítőkész csapat állt itt a rendelkezésünkre. Másból élnek meg, viszont ez a szerelmük, vagy a szenvedélyük, tehát így épül ez fel, ez a család.